Üdvözlöm Önöket, az év első palettájával jelentkezünk, mely ezúttal is több programot tartogat a hétvégére. Tartsanak velünk! A Mátyás király születésének 575. és trónra lépésének 560. évfordulója tiszteletére megtartott 2018-as Mátyás király emlékév keretében a magyar kormány támogatásával létrehozott a Hunyadiak dicsőkorát bemutató vándorkiállítás Kecskemétre érkezik. A Cifrapalotában a megnyitót január 18-án pénteken 14 órakor tartják. A megnyitó Mátyás király életútját Bán János, a Kecskeméti Média Centrum igazgatója méltatja, majd Buda Ádám a reneszánszkor zenéit, énekeit idézi fel. A kiállítás január 28-áig tekinthető meg 10 és 17 óra között a Cifrapalotában. A Mása és a Medve rajzfilm hazai mesemusical adaptációja decemberben érkezik hazánkba, és január 20-án Kecskeméten is megtekinthető lesz a híres orosz mese előadása. Mása nyughatatlan kislány, aki mindig tele van energiával, és nem bír a fenekén megülni. Így aztán nem csoda, hogy barátjával, a nyugis lustácska medvével folyton elképesztő bonyodalmakba keverednek. Ezúttal egy fantasztikus karácsonyi nyomozós kalandban találják magukat Rózival, a malaccal, Nyuszival, a farkas testvérekkel és egy pingvinnel. A történetben szerepel még két kedősi professzor, aki, mint a neve is mutatja, nem hisz a csodákban és a varázslatban, egy yeti fiú, aki fantasztikus dolgokra képes, valamint egy meglepetés vendég, akit minden gyermek várva vár. Ha velünk tartasz, téged is megtanítanak arra, mit jelent a barátság, a gondoskodás, a kreativitás és a szabadság. Az előadás a Híres Agora Kulturális és Ifjúsági Központban tekinthető meg vasárnap 14 órától. A jóga csakra, avagy a jóga kereke egy átfogó rendszer. E rendszer 6 fő jógaágat tartalmaz, kiegészítve aljógákkal és más technikákkal, amelyek szükséges kiegészítői is egymásnak a jóga ösvényén, ami az önmegismerés és önfejlesztés útja. Az előadás célja, hogy a gyakorlók megismerjék az eltérő jógákat, azok céljait és technikáit, valamint a köztük lévő kapcsolatot, továbbá, hogy jógastúdiók, jógatanárok és gyakorlók a tanításon keresztül kapcsolódjanak egy élő jóga tradícióhoz. A programokat képzett jógaoktatók tartják, akik tapasztalataikat Indiában szerezték. A részvétel ingyenes. A karácsony szelleme tovább tart a Skorgol Kecskeméti Futzál klubnál. A Fradi elleni mérkőzésre plüssmackókat vár adományként a csapat. A Skorgol KFC január 21-i Fradi elleni meccsükre a Bács-Kiskun megyei kórház csecsemő és gyermekosztályával karöltve jótékony akciót indít. Szurkolásotok mellé hozzatok magatokkal egy-egy plüss játékmacit, amit közfelkiáltásra majd a pályára kell dobnotok, hogy ezen játékok másnap már a kórház kis betegeit örvendeztethessék meg, írta a csapat. Emellett a Skorgol Kecskeméti Futzál Klub a mérkőzés teljes bevételét felajánlja a gyermekosztály részére, amiből az intézmény egy nagy teljesítményű kórházi inhalátort szeretne beszerezni, amelynek értéke 300 000 forint. 8 éves voltam, amikor anyám meghalt. Imádott utazni a világban és feltárni a múltat. Valentine mindig meglátogatott. Aztán egy nap minden megváltozott. Évezredekkel azután, hogy a civilizációt elpusztította egy kataklizma, az emberiség alkalmazkodott a körülményekhez és új életmódot fejlesztett ki. Hatalmas mozgóvárosok róják a föld felszínét, és könyörtelenül vadásznak a kisebb városokra. Tom Nesworthy, aki a mozgó London város egyik alsó soráról származik, találkozik a veszélyes szökevénnyel, Hester Shaw-val, és kisvártatva a saját életéért kell küzdenie. A két ellenlábas, akiknek sosem kellett volna találkozniuk, váratlanul szövetségre lép, hogy megváltoztassa a jövő alakulását. A film megtekinthető pénteken, szombaton és vasárnap 18 órától az otthon moziban. Ha ránézel, nem látsz mást, csak Marcon a külsőt. De igazából ő egészen más. Olyan gyönyörű és különös.
és nagyon, nagyon ritka. Röplabda csapataink elkezdik a bajnokság tavaszi szezonját, valamint immáron harmadik alkalommal rendezik meg a Violin Maraton futást. A KTE Duna Aszfalt múlt héten szoros hajrában maradt alul a Deac csapatával szemben. A Kecskemét így a 9. helyen áll a tabellán. Az NB1-es bajnokság 16. fordulós meccsét holnap játsszák a miénk. Soron következő ellenfelük az Alba Fehérvár lesz, mely bár utolsó meccsén 30 ponttal verte a Körmen csapatát, 6 győzelemmel és 9 vereséggel a tabella 11. helyén áll. A mérkőzés pénteken 18 órakor lesz a Messzisván sportcsarnokban. Január 7-én kezdte felkészülését a kecskeméti NKSN női kézilabda csapata. Az első héten a Kozár Mislány Ese ellen játszottak edzőmeccset a kecskeméti lányok. Szombaton itthon folytatják a szereplést. A KNKSE két mérkőzést is játszik 19-én, mindkettőt a Mohács csapata ellen. Az első mérkőzésre 11 órakor kerül sor, míg a második összecsapást 15 órakor rendezik a Messzi István sportcsarnokban. Január 20-án vasárnap rendezik immáron harmadik alkalommal az országos hírű, határon túl is meghirdetett futóversenyt, melynek gondolata Juhász Ágnestől, a Kodály iskola művésztanárától származik. A hegedű művész nagyot álmodott, és a Violin Maratonnak keresztelt jótékonysági futóversenyt immáron harmadik alkalommal rendezik Kecskeméten. A futásra évről évre egyre több a jelentkező, melyhez neves művészek is csatlakoznak. A maratont 3 távra hirdették, 5, 10 és 21 kilométeren mérettethetik meg magukat a futni vágyók. A rajta Kodály iskolától indul, és a belváros megkerülve érinti majd a Kodály nevezetességeket. A verseny különlegessége, hogy a futás útvonalán is felcsendülnek csodás hegedű muzsikák, sőt, élő hegedű szót is lehet majd hallani. A verseny után levezetésképp neves művészekkel lehet majd együtt futni. A művészeket és a sportolókat egymáshoz közelebb húzó verseny 11 órakor rajtól. Minden távon az abszolút első 3 férfi és női helyezettek értékes tárgyutalomban, egyedi díjakban részesülnek. A jótékonysági futás bevételéből a kecskeméti Kodály Zoltán iskola szakközépiskolás növendékeinek szakmai fejlődését támogatják. Az év első tétmeccsére készül a Kecskeméti Röplabda Klub. A férfi röplabda extraliga alapszakaszának első mérkőzését vasárnap rendezik. A KRC hazai pályán fogadja a MAFC BME csapatát. A találkozó vasárnap 18 órakor kezdődik a Messzi István sportcsarnokban. A téli szünet után az NB2-es női röplabda bajnokság második felében a kecskeméti Hipröpkese hazai pályán méri összereit a miskolci MVSC-MVSI csapatával szemben. A bajnokság ezen szakaszában az NB1-es csapatok U21-es csapatai nem vesznek részt, így csupán 6 klub fog megmérkőzni a bajnokság további részében oda-vissza vágókkal. A Miskolc elleni összecsapás január 20-án vasárnap 19 órai kezdettel kerül megrendezésre a Rákóczi Ferenc Általános Iskola sportcsarnokában. Ennyi volt már a paletta, remélem, hogy találtak maguknak ismét kedvező programot. Tartsanak velünk jövő héten is. Viszontlátásra!